Jó napot, uram, miben segíthetek? Jó napot, a múlt héten vettem egy tiszta új iPhone 15-öst, a fiamnak, Gabikának, olyan múlt új elállítás, eszetörőt, és most el akarom adni. Ó, és mit lehet róla tudni? Ha 15 éves, 5-dikbe jár, buta mind a valagom, és ilyen múlt új feje van. Jó napot! Uram, adjak zacskót? Nem kell, annyira nem rusnya. Gabika, üdvözlünk a Rocksportban! Király! Ide az összes pénz, hogy most szartál utoljára! Nem a te lót kértem, te köcsö! Légy szíj, hívd fel a rendőrséget! Mi van? Az nem a te dolgod lenne! Én nem akarok velük beszélni, szégyenlős vagyok. Na és te hol laksz? Én Erdélyben. Az melyik országban van? Hát az Romániában van. Ó, akkor te román vagy! Jó, jön a férjem! Így elbújok. Jó sötét van itt. Mit csinálsz itt kölyök? Megveszed a focilabdámat 100 euróért? Így dehogy veszem. Akkor elmondd a kapukának? Így de jó, hát akkor megveszem. Jó, megint itt a férjem! Így, akkor megint elbújok. Jó sötét van itt. Megint mit csinálsz itt kölyök? Megveszed a foci csukám 200 euróért? Ide, hogy veszem, túl drága ahol. Akkor elmondanak a kapukának. Ide, vla, vigyen el, jó van, da. Fiam, gyere, hogy fotbalozzunk. Hát ezért apuk, én eladtam a cipőmet, meg a labdámat 300 euróért. Ő, fiam, jó drága, annak, de lehet nem lehet csinálni. Menj, és meg kell gyönni a papnál ember. Oké. Okay. Jó sütét van itt. Úgy, hogy egy azt várja, le, ma megint kezdett a kölyöke. Jajon, rendőr, a csintúrat tegyen fel. Gratulálunk, mivel ön viselte a biztonsági övet, ezért 10.000 euró készpénzt ajánlunk fel magának. Ó, ez nagyszerű, köszönöm szépen. Na és mire fogja költeni? Hát nem is tudom, megveszem a jogsit. Hogy micsoda? Ja, biztos úr, ne hallgasson rá, hogyha iszik, mindig butaságokat beszél. Megfogott a rendőr, megmondtam, hogy ne megyünk lopott kocsival. Ó, tépünk-e van a határon, te?